A Csallóközi Kupa a versenyen résztvevő versenyzők bevonulásával kezdődött, majd rövid megnyitóval folytatódott, amelynek részeként Puha György alpolgármester és Hakszer Roland, a szervezőklub elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezután viszont már a birkózók vették át a főszerepet, köztük a házigazda klub sportolói, akik nagyon készültek a hazai erőpróbára. Ez egy felmérő verseny valójában, mert van 5 versenyzőnk a klubból, aki részt fog venni majd a különböző korosztályos Európa-bajnokságokon, tehát fogjuk tudni, hogy hol tartunk a munkánkban, mint tudunk még változtatni, esetleg csiszolni, úgyhogy ezért fontos ez a verseny számunkra. 5 versenyzővel egy pilzeni klub is jelen volt a viadalon. A csehországi csapat birkózói között volt Dominik Novi, aki a fiatalabb diákok 39 kg-os súlycsoportjában mérettette meg magát. No, od 6 let už to dělám. Táta mě tam přihlásil a baví mě to. No, tak jako dá mi to něco do života, že se jako můžu bránit třeba, když mě někdo napadne. No, chtěl bych jako být lepší ještě, no. Třeba mistr Evropy. A nap végére ismerté váltak a dobogós helyezettek. A Dunaszerdahelyi Birkózó Klub 11 arany, 6 ezüst és 4 bronzérmet szerezve a Csallóközi Kupa történetében az eddigi legjobb eredményt érte el. A 21 éremnek köszönhetően a csapatversenyt is sikerült megnyerni.